nagyon sokat a helyi emberektől. Természetesen a zenészektől a muzsikálást, a falusiaktól az ottani földművesektől pedig azt, hogy hogyan lehet az életet, a mindennapjainkat szebbé tenni. És hogy a szép milyen fontos szerepet játszik az ember életében. Kalotaszeg különösen gazdag a szépségben, holott a földje nagyon szegényes, az embereknek nagyon sokat kell dolgozni a betévő falatér is, mégis a legszebb ruhák itt vannak, a legszebb varrottasak, a legszebben festett és faragott bútorok, és a legtisztesebb házak. Ezt érdemes megtanulni tőlük, ezt is érdemes megtanulni tőlük. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a meghívást a muzsikás és vendégeink nevében. Búcsúzom, még azt mondanám, hogy aki akkor a közel jövőben velünk találkozni, szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában egy teljesen más műsort fogunk adni. Az Eltűntnek Hitt Erdélyi Magyar Zsidó Zene az a címe. Ezzel voltunk legutóbb az Egyesült Államokban és Kanadában ezzel a műsorral. A vendégünk lesz többek között a szokások kívül Herzu Ágnes, Bob Cohen, hegedős énekes és Balogh Kálmán cimbalmos. Most pedig akkor búcsúzol, kalotaszegi zene.